Sziasztok! Igéretemhez híven elkezdtem a Csak mi ketten novellás kötetet olvasni. Elsőként Eszes Rita Zivatar című novelláját olvastam el, ami ismét Japánba kalauzol el minket, ahogy az írónőtől már megszokhattuk, és ez egy igazán különleges történet volt, ugyanis a főszereplői egy magyar lány, aki cserediákként van Japánban, illetve egy koreai fiú, aki ugyan Japánban született, de még mindig kívülállónak számít, és ebben a novellában nagyon fontos szerepet kapott a Japánban élő koreai kisebbség, illetve az ő nehézségeik és kirekesztettségük. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a novellát is, és alig várom, hogy olvashassam eszesít a újabb Japánban játszódó történetét.